A téli szünet utolsó hetében gyerekzsivajtól volt hangosan a Magyar Kanizsai József Attila könyvtár, ugyanis idén is megszervezték a már hagyományosnak mondható téli játszóházat a helyi kisiskolások számára. Az idei téma a csodapalást volt, amihez 4 napon keresztül kapcsolódtak a különböző foglalkozások. Sok gyerek számára a hét egyik legizgalmasabb programja az volt, hogy üzenhettek jövőbeli énjüknek. Nekem nagyon tetszenek ezek a foglalkozások, mert szeretek kézműveskedni, meg szeretek ide járni, olvasni. Most mit kellett elkészítenetek? Most így kellett írni ilyen, vagy írni, vagy rajzolni, és ezt 5 év berakni a borítóba, és 5 év múlva megkapjuk. De mit üzentél saját magadnak 5 év múlvára? Hogy jó tanuló legyek. És ez meg fog valósulni szerinted? Remélem. Mesélj egy kicsit arról, hogy mi a kedvenc foglalkozásod. Most melyik foglalkozást tetszik neked a legjobban itt a napokban? Nekem a kézműveskedés tetszik nagyon, meg a filmnézés. Eddig a kézműveskedés során miket kellett elkészíteni? Készítettünk csodapalást, úgyhogy kellett rajzolni vagy írni, és rá kellett ragaszgatni, meg csináltunk pici pomponokat. És ugye a mostani téma a varázspalást, vagy csodapalást. Mi jut neked eszedbe erről a szóról? Hát, hogy ez olyan varázs valami. Varázs, köppen. Az idei évben már elhoztad a hugod is ide a játszóházba. Neki hogy tetszik eddig? Nagyon tetszik neki, anyának is meséli a tanai, nagyon tetszik. Te a következő években is el fogsz majd jönni? Igen. Amikor csak bírok álljavak. A programok között szerepelt a kézműves foglalkozás is, ahol 4 napon keresztül különböző dolgokat, díszeket készíthettek a fiatalok. Igen, nagyon tetszik, meg ilyen szeretem, amikor ilyen kézműves dolgokat csinálunk, meg jó, amikor filmet nézünk. A mostani foglalkozáson épp mit készítettetek el? Hát most itt a kézművesen egy ilyen havas tájat csináltunk, fákkal, házakkal, meg ezt. Mennyire volt nehéz elkészíteni? Nem volt nehéz, mert segítenek, ha valamit nem értesz. Ez ugye már a második nap. Az első napon is végigjártátok mind a 4 helyszínt. Melyik tetszett neked a legjobban? A legjobban hát a filmes, mert ott nem kell annyit dolgozni, nem kell annyira figyelni, csak nézed a filmet, és ennyi. Hogy érzed magad? Ajánlanád másnak is legközelebb ezt a foglalkozást? Igen, mert lehet élvezni barátokkal, meg esetleg lehet új barátokat is szerezni. És az idei évben a téma a varázspalást. Mi jut neked eszedbe erről a szóról? Hát a varázslat, meg hogy a minden megtörténhet. Szóval az is, ami így nem. Minden évben szebbnél szebb élményekkel térnek haza, a Magyar Kanizsai Nyilas Orsolya is egy korona játszóház kis növendéke volt, ma pedig már önkéntesként segít a szervezőknek. Konkrétan 13 évvel ezelőtt volt, mikor kezdődött ez az egész foglalkozás, akkor voltam általános iskolában első osztályos. Téli programnak eleve szerettem a könyvtárba járni, mert ugye a tanítónénk mindig rendszeresen elhozott ide minket,
és téli program is volt, hogy ezek kézművességről hallottam, és úgy gondoltam, hogy szerintem érdekes lenne, ne unatkozok otthon szünetbe, és hát ez úgy az évek során ez megmaradt, mert tetszett a hangulat, az, hogy itt vagyok, a társaság, érdekes programok voltak. Később, amikor idősebb lettem, akkor rájöttem, hogy hát nekem egy kicsit kiveregettem abból, hogy játszok, úgyhogy inkább úgy maradtam itt, mint kisegítő. Milyen foglalkozásokon segítesz most te idén? Jelenleg kézművességbe segítek lent, ilyen téli tájat készítenek. Amit most készítünk, az egy ilyen téli táj, ilyen fehér harmonika papírt hajtogatnak össze, erre ragasztanak házakat, fenyőfákat, csillagokat, ilyesmit, amit szeretnének. Mennyire aktívak a gyerekek? Vannak most ovisok, nekik kicsit lassabban megy ez az egész, nekik sokat kell segíteni, viszont az idősebbek, ők gyorsan készen vannak, így ők is tudnak segíteni a kisebbeknek, szóval aktívak, részt vesznek a foglalkozásba rendesen. A bábokkal való foglalkozás is a tábor egyik fő programja. Tóth Sára nagyon élvezte, hogy mindenki magának készíthette el a bábokat. Én most vagyok másodszorra, tavaly nem volt, hanem tavaly előtt, akkor a Pinokkió volt a téma, most pedig a csodapalást, és nagyon tetszik, mert szórakoztató, és addig sem otthon vagyok, és így otthon telefonozok, meg minden, hanem így egy kicsikét kimozdulok, és itt nem arról, ez nem arról szól, hogy itt hozzátok el a telefont és telefonoztok, hanem itt mi magunk készíthetünk el mindent, és a bábi játékot is már nagyon várom. Melyik foglalkozást tetszik neked a legjobban, és miért? Hát nekem a bábozás és a filmnézés. A bábozás azért, mert itt tudunk kézműveskedni, mert ugye nekünk kell magunknak lerajzolni a rajzot, a bábot, és a filmnézés pedig azért, mert nagyon vicces filmeket nézünk. Az előbb említetted ugye, hogy a varázspalást az idei téma. Mi jut neked erről a szóról eszedbe? Hát egy olyan palást, ami csodákra képes, hogyha kérsz tőlük valamit, akkor hogyha kérsz tőle valamit, akkor megadja neked. Nekem ez jut eszembe róla. A barátaiddal érkeztél? Igen, az egyik barátnőmmel. És várod a szombati előadást, amikor majd előadhatjátok a bábjátékot, te mit fogsz szerepelni benne, mit fogsz előadni? Igen, várom, és én azt választottam, hogy egy szegény lány leszek, és miután a varázspalást átvarázsolt, akkor pedig gazdaggá válok. Miről szól a történet egyébként? Hát azt még nem gyakoroltuk ki teljesen, még nem nagyon, csak így a bábokat készítettük el. A bábkészítés közben a gyerekek képzelete szabadon szárnyalhatott, és mindenki az általa kiválasztott bábot készíthette el. Nekem nagyon tetszett a tegnap, mert tegnap a legelső foglalkozás az az ének volt, és megtanultuk a Mary Poppins-ot, és máma, csináltunk leveleket, amiket az Ani néni 5 év múlva el fog nekünk küldeni, és nekem ez nagyon tetszik, és várom, hát én várom, hogy jövőre is jöjjek, meg én tavaly is voltam. Mostani bábjátékos foglalkozáson mi volt a te feladatod? Hát én is készítettem bábot, én gitár vagyok, és az elején egy lehangolt gitár vagyok, másodszor pedig egy behangolt gitár vagyok, és aztán pedig mindenkinek kellett gombát rajzolni. Hát én nekem úgy érzem, hogy én szép gombát rajzoltam. Az idei évben időhiány miatt egyszerű, de nagyszerű bábokat készítettek a gyerekek. Egy A4-es lapot hajtottak félbe, és arra rajzolták le az általuk választott karaktereket. Thank you.
A fiam elsős volt, azt hiszem azóta jövök rendszeresen. És nagyon szeretem, mert itt minden van, ami kedvemre van. Gyerekekkel lehetek, rajzolhatok, képzőművészeti téren, tehát bármit ragasztunk, vágunk, hajtogatunk, vartunk is már bábokat, meg a meséket úgy szintén nagyon szeretem. És akkor azokat, amit kigondolunk, történeteket, azokat mi eljátszuk. Az idejében mit készítenek majd el? Hát az idén nagyon egyszerű bábot találtunk ki, mivel csak 4 nap áll rendelkezésünkre. Egyszerű A4-es lapot félbehajtunk, és akkor az lesz a báb. Mi lesz a története az előadásnak? Hát az titok, mindig titok, csak szombaton derül ki, amikor jönnek a vendégek. Mennyire élvezik a gyerekek ezt a bábos foglalkozást? Hát én nagyon jól érzem magam, szerintem ez az én rajongásom átterjed azokra a gyerekekre is, akik esetleg bátortalanabbul jönnek. Mennyire nehéz foglalkozni a gyerekekkel, mert ugye manapság már elég nehéz megfogni őket. Nem nehéz. Nem nehéz. Itt különösen nem nehéz, azért, mert kedvükre szolgál ez a tevékenység. Tehát itt nincsen, jó fegyelem az van, de nincs olyan, nincs házi feladat, meg nincs felelés. Tehát itt szabadabban részt tudnak venni ezeken a foglalkozásokon. A játszóház jó alkalom a közösségépítésre, a készségfejlesztésre és arra, hogy a gyerekek tartalmasan játszva tanuljanak a szünet utolsó napjaiban, mondta Vörös Anna, a játszóház megálmodója. Akkor még annyian voltak, hogy egy teremben elfértünk, és egymás után jöttek a különböző foglalkozások. Akkor még inkább a hát ilyen népi dolgokkal foglalkoztunk, tehát csuhé, meg csutkababban, meg ez a szokásos volt. Aztán rájöttünk, hogy ez már nem olyan túlzottan érdekes a gyerekeknek, és akkor különböző kézműves foglalkozásokat kezdtünk el szervezni, meg azt, volt abban minden drámajáték, meg szóval minden az ég egyadta világon. Aztán 2005. március 15-én a könyvtár átköltözött ebbe az új épületbe, és egy egészen új lendületet kaptunk, mert hát itt már aztán tényleg volt terünk bőven, mert az érdeklődés az évről évre nőtt. Az idén már ott tartunk, volt olyan év, amikor 120 gyerek is összejött, de most az idén ott tartunk, hogy körülbelül 80-an vannak. Ezt a 80 gyereket szét kell osztani 4 terembe, hogyha úgy tetszik, ahol 4 foglalkozás zajlik. És akkor így nem unalmas a gyerekeknek. A végén nagyon fáradtak, mert állandóan jövünk, megyünk, meg mindig valami új dolgot csinálunk. De pontosan ez a cél, hogy minél tartalmasabban használjuk ki ezt a kis szabadidőt, és különösen nincs hó, tehát a tél örömeit azt nem élvezhetik, de ne üljenek a tévé előtt, hanem inkább tapasztalják meg a közösségi létet. Mert az osztályban is van egyfajta közösségi lét, de ez a kötelező. Itt viszont akinek kedve van, az jön el, és az vesz részt ezeken a foglalkozásokon. Aki első nap eljön, az általában végigcsinálja az egészet. A József Attila könyvtár küldetésének tekinti, hogy a gyerekekkel, a fiatalokkal is megszerettessék az olvasást. A téli játszóház mellett minden évben számos programmal készül a könyvtár vezetősége, ahová a fiatalokat is várják. Szerencsére nagyon sok programunk volt, volt számos könyvbemutatónk, illetve számos rendezvényünk is, aminek nagyon örülünk. A tavalyi évben sikerült csatlakoznunk az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Programjához. Ez Magyarországról indult, és határon túli könyvtárakat, művelődési intézményeket ölel fel. Ennek az a lényege, hogy az adott intézményben több mint 5000 elektronikus könyvhöz, publikációhoz, szótárhoz férnek hozzá az olvasók, illetve a könyvtárba látogatók. Milyen rendezvényeknek szokott helyszínül szolgálni a könyvtár? Alapjába véve ugye könyvbemutatókat tartunk, de tavaly évben volt, hogy zenés produkciót láthatott a közönség, vannak gyermekprogramjaink, úgy, mint a szavaló verseny, úgy, mint a mesemondó verseny. Együttműködünk óvodákkal, iskolákkal, civil szervezetekkel, a vajdasági Pax Romana nevű civil szervezettel is nagyon jó az együttműködésünk.
Paskó Csaba, Mester Szakács, Kelebjei Plébános is vendégünk volt már több alkalommal. Mik a tervek a 2020-as évre? 2020-as évre nagyon komoly terveink vannak. Ugye most elindultunk ezzel a téli programmal, és ennek amikor vége lesz, akkor egy néhány hétre bezár a könyvtár, ugyanis egy revíziót, egy nagy leltárt fogunk végrehajtani. Ezt 10 évente kötelessége megtenni a könyvtárnak. Itt arról szól a dolog, hogy minden egyes könyvet le kell ellenőriznünk, hogy megvan-e, milyen állapotban van leltárt könyvbe bevezetni, számítógépes rendszerbe bevezetni, és ez egy nagyobb lélegzetvételű munka. Ebbe a könyvtár minden dolgozója részt fog venni. A programok közt volt mozizás is, a gyerekek érdekes és a témához kapcsolódó filmeket, meséket nézhették meg.